Csak nem egy teljes munkanapnak megfelelő időt szánnak a magyarok naponta médiafogyasztásra. Ez hétköznaponként több mint 7, hétvégenként csak nem 5 órát jelent. A tévénézés még mindig vezető tevékenység idehaza, ám egyre többen tájékozódnak az internetről is. Az okos eszközöknek az elterjedés az folyamatosan növekedett. Ma már az okos televízióknak is a penetrációja az átlépte az 5%-ot, tehát minden magyar felnőtt megkérdezettnek, vagy 100-ból minden 5-nek van az otthonában okos televízió. A legtöbb időt jellemzően a 18-29 évesek, valamint a 60 évnél idősebbek szánják médiafogyasztásra. A fiataloknál már az internet vezet a tévével szemben, az idősek továbbra is ez utóbbit használják információszerzésre és szórakoztató tartalmak befogadására egyaránt. A párhuzamos médiafogyasztás egyre gyakoribb jelenség, vagyis egyre többen vannak azok, akik például interneteznek, miközben a háttérben a tévé is megy otthonukban. A legutóbbi felmérésből kiderült tendenciák egyébként évek óta hasonló irányba mutatnak, ezért a szakértők a közeli jövőre nézve sem várnak különösebb változást. Hosszú ideje jellemző például, hogy a nyomtatott sajtót egyre inkább kiszorítják a piacról az online hírportálok. A Kutatópont negyed évente 2000 tagú országosan reprezentatív mintán készíti el a médiafogyasztási szokásokat vizsgáló felmérését személyes kérdői felhasználásával.